Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, a Nálatok Mizu legújabb adásával jelentkezünk. Hát, hogy úgy mondjam, megint nem egy megszokott helyszínről kell, hogy jelentkezzünk a mai napon, ugyanis, hogyha emlékeznek az előző részre, akkor az online térben jelentkeztünk, megpróbáltuk összehozni úgy a beszélgetést, hogy Igaz, hogy a koronavírus járvány idején nem lehetett stúdióbeszélgetéseket szervezni, de ettől függetlenül mi szemfülesek voltunk és próbáltunk egy teret kitalálni erre. Na most már eljött az az idő, hogy lehet találkozni, és találtunk is egy olyan helyszínt a belvárosban, ami lehetővé tette volna nekünk, hogy találkozzunk, de sajnos most az időjárás az, ami ennek gátat De mi akkor is úgy gondoltuk vendégeimmel, hogy ezt a beszélgetést szeretnénk egyrészt folytatni ott, ahol abba hagytuk, másrészt egy kicsit tovább gördíteni. Úgyhogy a mai vendégeimet ismételten szeretném bemutatni. Cserpakovics András polgármester úr, Tornyai Gábor plébános, Lengyel Zsófi, esélyegyelősségi referens, és Keller János, nagyszerű színművészünk. Szeretettel köszöntelek titeket. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a meghívást, illetve nagy öröm, hogy mégis összejött ez a mai beszélgetés. Hát nem volt egyszerű ezt se összehozni, ugye? A, én azt gondoltam az előző részben, ugye, hogy ott az Umban sem olyan könnyű négy embernek az idejével együtt ö, gazdálkodni, de hát azért a mostani sem volt annyira egyszerű. És azért nem volt egyszerű, mert ugye tegnap este ugye a vihar kicsit közbeszólt, és hát ugye volt aki például Zsófi messziről érkezett erre a beszélgetésre, mégis itt vagytok, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Köszönöm, hogy mondani valamit. Nem, 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 nem. Én csak a lehetőséget köszönöm meg, mert azt hiszem, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy egy picit olyan oldalról is találkozzanak velünk az emberek, amit, amit egyébként talán a hétköznapokban nem nagyon tudnak, vagy csak próbálnak elképzelni. Úgyhogy ha már egy a dicséretnél tartunk, és így jól kezdődjön egy műsor, gondoltam, hogy én ezt is elmondom. Igen, egyébként ennek a műsornak azt már elmondtam több fórumon, hogy az lenne ugye a célja, hogy megismerjenek egy kicsit jobban titeket, és hát akkor, amikor látták ezt a felhozatalt, a mait, hogy polgármester úr, plébános úr, színész és Zsófi is, hát nagyszerű, csinos, fiatal hölgy, és azért nagyon sokan tudnak rólad egyébként itt a városban, akkor ugye azért sokan azt mondták, hogy húha, ezért ez egy kemény csapat itt, akik összejöttek. És akkor, hogy egy picit visszakanyarodjak a múltkori beszélgetésünkre, Ugye ott volt azért itt a Zoomban meg kellett állnunk egy pici időre, és akkor beszélgettünk arról, hogy mi ezt mennyire szeretnénk folytatni. És már most úgy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy szeretnénk folytatni. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy azóta, hogy utoljára beszélgettünk, kivel mi történt. András. Hát én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, leginkább beszélgető társaimat természetesen. Hát hogy mi történt, talán az én esetemben ez a legláthatóbb volt az elmúlt hetekben is, úgyhogy kevésbé erre válaszolnék, de arra sokkal inkább, hogy mi történt az elmúlt negyed órában mert a annyi műhely titkot viszont elmondhatunk, hogy igen, ott folytattuk, ahol a múltkor abba hagytuk, csak kicsit más helyszínen, mert hogy a polgármester irodába voltunk, és mindenki kipróbálta a polgármester székét, mindenkiről készült olyan fotó, ahol éppen bendül a székbe, majd készült egy csapatfotó is, ahogy körbeálljuk a, a széket, és mosolyogtunk, mert rögtön felvetődött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ez majd megtörténne a színházban, és akkor a János is megmutatja az ő öltözőjét, és egy kicsit a kulisszák mögé is nézhetünk, és a beszélgetés gyakorlatilag ott folytatódott, a bajtuk. És talán arra érdemes rá irányítani megint a figyelmet, hogy ezért mennyire fontos az emberi kapcsolat a mindennapjainkban, mennyire éreztük ennek a korlátozott voltját az elmúlt hetekben, hónapokban, mennyire jó újra találkozni, személyesen találkozni, és mennyire jó mondjuk leülni egy kávé mellé, egy, egy jó társaságban egy jót beszélgetni. Legyen az a városház a díszterme, ahol éppen most vagyunk, vagy legyen az éppen egy kávézó terasza, vagy legyen mondjuk a színháznak a terasza, ahol egyébként a mese szép panoráma van a városra, vagy legyen egy adott esetben egy plébárjának a kertje, csak úgy csendben jegyzem meg. De azért nem menekülsz a kérdésem elől, bocsánat, még nem ad vissza a mikrofont. Azért azt szeretném tudni, hogy ha már a műsorunknak ez a cím, hogy nálatok mizó, akkor nálatok mizó? egyébként itt is, és egyébként is? Hát a, az elmúlt hetek pont a fordítottja volt, mind, mind a március időszak, akkor ugye jöttek a különböző korlátozások, és próbáltuk a szabályokat megalkotni, és kérni az embereket, hogy ezeket tartsák meg. Én egyébként itt is szeretnék köszönetet mondani, mert szerintem nagyon-nagyon-nagyon fegyelmezett volt az emberek döntő többsége, pedig nem volt egyszerű, hiszen alapvetően szabadságban élünk, és abban korlátozni akár a saját mozgásszabadságunkat, a találkozás szabadságát, az egyetlen nem vagyunk hozzászokva, és mégis működött, mert éreztem mindenkit most tényleg nem csak a saját maga, hanem a mások egészsége védelmi érdekében is ez szükséges. Most pedig megfordult, hiszen most a könnyítések időszakát éljük az elmúlt hetekben. Néhány szabály maradt, azokat azt kérem azért mindenki tartsa, pont azért, hogy ha lehet, akkor kerüljük el a második hullámot, vagy az legyen sokkal enyhébb, ne kelljen már ennyire megállítani az életet. Úgyhogy ennek a jegyében zajlanak most a napok. Éppen a mai nap már tudjuk, hogy például a könyvtárak fognak nyitni ezekben a napokban, és sorban azon az az életének visszatér a rendes kerékvágásba, de talán mégse lesz teljesen ugyanolyan, és ennek van olyan része is, ami nem is biztos, hogy baj, ha nem lesz teljesen ugyanolyan, én például hiszek abba, hogy az emberi kapcsolatok fontossága, az felerősödik, és pont ezek a fajta jó beszélgetések megerősödnek, nem kell a világ végére elmenni hozzá, elég csak mondjuk találkozni egy jó helyen is, egy jót beszélgetni. A család élete is nyilván prób ugyanúgy a könnyítések időszakába megy, és hát egy új családtagunk is lett, mert egy kis kutyát, kutyát idezőszerződtettünk. Ez egy bisonhávány, ez kutyuska. A középső gyermek volt az, aki hosszú évek küzdelmével elérte, hogy beadjuk a terekünket. Ő a gazda, mi csak rontjuk és szeretgetjük, és fantasztikus egyéniség. És egy pici négy kilós, ki alapvetően fekete, Carlos névre keresztelt el Ágoston fiam, és hát most nyilván két hete körülötte forog a, a világ. Mi meg feleségemmel úgy érezzük, hogy na, újra van egy kis gyerekünk, mert ugyanazok a dolgok jönnek elő, mint amikor a, a gyermekek kicsik voltak. De hát fantasztikus családi élmény, és pont tegnap mondta Edina otthon, hogy hát, hogyha el akarod csalogatni a mai gyereket a számítógép elől, akkor azt megteltett kutyával, vagy éppen macskával, vagy sporttal, nagyjából itt itt véget is tér, viszont ez abszolút működik, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, és óriási szeretet van, amit ez a kis, kis lény ad, a családnak, és nagyon jó összetartó kapocs is, úgyhogy ilyen fontos változások is vannak a város életében. És a gyerekeket illetően most vége van az iskolának, ugye? Hogy Igen, nekik a tanév? Szerintem, szerintem nem akármilyen együttműködés volt az, amit a tanárok, a szülők és a diákok az elmúlt három hónapban megmutattak. mert valaki azt mondja, hogy ennyire gyorsan a magyar oktatási köznevelési rendszer át tud állni egy távoktatásra, szerintem nem hittük volna el, és mégis hátát. Nyilván nem volt ugyanolyan, nem volt hibátlan. Én úgy éreztem, hogy május közepétől már kicsit ele is fáradt mindenki, amit én érthetőnek tartok, de azt az alapvető célt, hogy ne kelljen az egész generációnak évet ismételni különböző szintein a oktatási rendszernek a sikerült elérni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. És még egyet, hogy szerintem a diákok között meg soha annyi mondat, hogy hú, hiányzik az iskola, még nem hangzott el mindebbe a három hónapba vagy Ezt az utolsó időszakban. Én otthon a saját gyerekeknél azt látom, hogy ma annyira ki vannak éhez, hogy egymással találkozzanak, összejöjjenek. Már a tanárok is hiányoznak, a tanároknak hiányoznak a diákok, a tanárok és a szülők kapcsolata is lehet, hogy javult ebben az időszakban. Viccet félretéve nyilván nehéz és kihívásokkal teli hónapok vannak mögöttünk, de bízom benne, hogy, hogy ez is talán ebből is lehet majd erőt meríteni, és hát abban is, hogy egyébként azért a digitális platform megláttuk, hogy mire való, és mire viszont alkalmas. Nyilván vannak korlátjai, ezt tapasztaltuk a múltkor zoomos beszélgetésen is, de a nincs zoom, akkor nem tudtuk volna megtartani. Ha onnan nézzük, akkor és milyen akkor itt hasznos. Most. És akkor eljutunk az online misékig, és nagyon sok olyan dologig, ami meg kell nézni most, hogy mi az, amit érdemes ebből föntartani, Mire biztos, hogy az egyháznál egy nagy kihívás, hogy, hogy akkor az online misézés az, az maradjon-e, vagy, vagy nem maradjon most, hogy újra lehet templomba járni, menni és imádkozni. De közben az online mise mekkora lehetőség mondjuk egy idős embernek, aki, aki, nem tud elindulni otthonról, vagy egy nagyon pici gyermekkel otthon levő édesanyának, vagy édesapának, vagy éppen egy baráti közösségnek, aki lehet, hogy így szeretné a hitet átélni. Tehát biztos, hogy az élet minden területén kihívásokat tartogat és hát a művészek világa is szerintem olyan, hogy a karantén színháznak is volt értelme, de azért nyilván nem ugyanaz, de közben kilépni a színházból az is egy nagy dolog, de nekem most már nagyon hiányzik a színház a színházban. Nekem is. Bocsánat, hogy átveszem a szót, de visszatérve arra, amit András mondott, nagyon sok dologgal egyetértek, illetve hosszan tudnék én is beszélni például a kutya szeretetéről. Ugye a mi családunkban is van kutya, Keller Bruno a neve, 7 éves lesz júliusban, és hát valóban egy szeretett gomboc, és az, hogy, hogy minden nap foglalkozni és törődni kell vele, ez egy plusz feladat egy családnak, de én azt gondolom, hogy minden energiát és erőt megért, mert valóban családban ez mindenkit összehoz, tehát nagyon fontos, nagyon fontos lesz a, a gyermek barátai körében is, hogy akkor eljönnek, és akkor még az egy program, hogy, hogy a kutyával foglalkoznak, labdáznak, stb., akkor a másik téma, amiről az András beszélt, hogy, hogy, hogy mennyire jó most találkozni élőben. Tehát én hihetetlenül feldobottam a mai nap, hogy, hogy találkoztunk, mert valóban ez az utóbbi hónapokban ez teljesen megszűnt az életemben, és nekem ez lételemem. Tehát persze nagyon sok előnye van a, a Zoom-nak, meg a, meg a digitális platformoknak, de ez nem az én világom. Tehát én, nekem, nekem nagyon fontos az, hogy, hogy az ember szemébe nézzek, hogy, hogy kezet fogjunk, hogy örüljünk egymásnak, és ez semmi nem tudja pótolni. Nyilván bennem is megerősítette, de hogyha föltenéd azt a kérdést, hogy mi történt velem a, az elmúlt időszakban. Szerettem volna. Ne haragudj, <laughs> nem baj hogy, 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 hogy megelőzlek. Benne van egy nagyon nagy hiányérzet és szomorúság, mégpedig azért, mert hogy ugye hát kényszerből vége lett az évadnak márciusban. És ilyen még soha nem volt az életemben, hogy... hogy egy három évadot befejezünk, és akkor egyszer csak vége, és ugye hát nem lehetett másképp megtartani az évad zárót, mint, mint uh, zoomon keresztül. Uh, nagyon-nagyon rossz érzés volt, és nagyon szomorú, hogy nem találkozhatok a kollégáimmal, hogy, 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 nem játszunk hónapok óta együtt, ami, ami a lételemünk. Tehát én, nekem ez nagyon-nagyon rossz időszak, és külön kellett foglalkoznom ezzel, hogy, és elfogadtat, elfogadtatnom magammal azt, hogy hát, valamiért így kellett történnie, és ebből is valamit kell tanulni talán pontosan azt, hogy, hogy, az ember még jobban vágyjon arra, hogy, hogy, hogy játszon a színházba, hogy, hogy, újra találkozzon a közönséggel, vagy a, a, kollégáival. Tehát ez a része nagyon nehéz és nagyon rossz volt, de valóban vannak jó oldala is, és része is ennek az elmúlt időszaknak. Tényleg egyébként, bocsánat, hogy közbevágok itt, neked vannak egyébként ilyen álmaid, vagy gondolataid arról, hogy milyen lesz az az érzés, amikor ilyen kihagyás után újra láthatod a tekinteteket? Meg mondjuk neked azért nagyon sok az azonnali visszajelzés, gondolom. Tehát az, hogy, hogy mondjuk valakinek tetszik, valaki valakinek nem. Most nyilván szerintem mindenki ki van éhezve arra, hogy bemehessen a színházba, és csak csupa csillogó szemeket fogsz látni. De hogy ezt így elképzelted, mert milyen lesz? Hát álmodozok is róla, meg, 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 visszaidézek olyan, olyan esteket a Vörös márti Színházba, amikor úgy született meg egy előadás, hogy, hogy tényleg az ott ülő 470 ember és a színészek a színpadon egy válnak. Tehát ennél csodálatosabb szerintem az én életemben nem történhet, mint amikor mondjuk egy drámát játszunk, és érzed, hogy, hogy kezd megfeszülni a levegő, és hogy, hogy a közönség velünk van is nagy történettel, de ugyanilyen katartikus élmény tud lenni egy vígjáték, amikor, amikor meg arról van szó, hogy, hogy nevessenek az emberek, és nevetnek, és boldogok. Hihetetlenül hiányzik ez. Tehát pontosan ez, ez hiányzik nekem. Ez ad erőt, ez a, ez a lételemem, hogy, 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 amit kapok az emberektől, illetve amit én próbálok adni a, a színpadról. Én nagyon várom. Tehát, hogyha azt mondaná hogy, hogy holnap mehetek a Vörös Marti színházba és játszhatok, akkor azonnal szaladnék. Nincs otthon ilyen taps effekted? <laughs> nincs, Mert nincs. egyébként hallottam már ilyet, hogy valaki így benyomkodja magának, hogy, hogy hallja, hogy van visszajelzés. Nem, én nem Nincs? szoktam otthon ilyen színészes dicsáccal, tehát otthon, otthon nem nem vagyok színész. mindig azt mondom egyébként, amikor fiatalok kérdeznek a pályáról, vagy rólam, vagy hogy mit gondolok erről, én mindig azt mondom, hogy az utcán, vagy bárhol én ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Nekem a színpadon kell színésznek lennem, és miért lennék én különb, bárki másnál? Tehát nem, ezért nyilván otthon sem szoktam maximum, csak gyakorolni. Mondjuk amikor készlek egy fellépésre, és akkor elmondom a szöveget vagy dalt gyakorlok, vagy ilyesmi. Én arra kapcsolódnék rá, amiről Jani beszélt, hogy euh, mikor kvázi ilyen önkéntes karanténba vonultam, mondván, hogy nagyon sok emberrel találkozom, és hogy akkor ilyen veszélygóc, meg nem tudom, fertőzési forrás, vagy akármi lehetek így közszereplőként, és euh, ja, arra rendeződtünk be, hogy a, a, úgy alakítottuk át a prébánia életét, hogy akkor a, ebben az online világba belekerüljek. És talán azt hiszem a legutóbbi beszélgetés, amikor még így az umon keresztül beszélgettünk, akkor is meséltem erről, hogy nagyon sok csoport létrejött, amire én nagyon régóta vágytam, hogy legyen a plébánia a közösségben. És volt egy olyan érzésem, hogy hát végül is ez működik. Hát itt vannak ezerféle, mindenféle internetes fórum, közösségek, csoportok működnek, látjuk egymást, találkozunk, hát zajlik az élet. És nagyon érdekes volt, hogy amikor először mondjuk a, úgy miséztem, hogy bejöttek az emberek a templomba, és úgy ott álltak, és hát ugye még a szabályokat mi próbáljuk még tartani, követni, ez a másfél méter, meg ha belünk, akkor ott maszkba legyünk, meg nem férjen ilyen, ilyen szabályokat. És úgy ott volt 40 ember a templomba, a megfelelő helyen, ott voltak maszkba, és egyszer csak hangokat hallottam a templomban. Tehát, hogy addig nekem olyan természetes volt, normális, hogy ott volt előttem a kamera, néztem a kamerába, és ezt így megfogalmaztam magamnak, hogy a kamera az emberek szeme, a mikrofon az emberek füle, a világítás a glóriájuk, és ugye a szentneknek beszélek, hogy ez milyen kis vicces, meg humoros, és ugye ez nekem olyan természetes, sőt, jó is volt, jól is éreztem magam ebben a olyan fura, talán, hogy ebben az egyedül létben, vagy ebben a fajta misébe. És amikor Először úgy igazán elkezdődött a mise, és megszóltak az emberek, hogy én elsírtam magam. Szóval, hogy, hogy annyira nem bírtam folytatni azt, hogy én ott, ott vagyok, és túl kellett fölgetni magamat ezen, hogy itt, itt valami, valami olyan, olyan dolog zajlik, ami, ami, ami így az életről szól, és akkor... És akkor szépen lassan ez a, ez a folyamat aztán zajlik, és aztán a többször is beszélgettünk erről, hogy ö, miben másabb az, hogy mi látjuk egymást, hiszen találkozunk, mert látjuk egymást, de közben mégsem valóságos ez a találkozás, mert egy monitorra nézünk rá, és onnan arcokat nézünk, ennyire filmet is nézhetnénk. És miben másabb az, amikor amikor ténylegesen ott vagyunk egymás közelében is, és, van, és akkor aztán valami, valami ilyesmit fogalmaztam meg magamnak, hogy, hogy van egy olyan kisugárzásunk az emberségünkből fakadóan, ami, amit egy monitor nem tud átadni. Tehát, hogy, hogy, hogy látom, vagy hallom a másikat, de hogy nem, nem, nem érzem azt, ami belőle jön. És lehet, hogy nem szólalunk meg, hogyha együtt vagyunk, most ha találkozunk, vagy vagy, vagy. Szóval, hogy, hogy egészen más ez a személyes találkozás. És azóta, ahogy én azt mondom, hogy nem újra indul minden, hanem, hanem így beléptünk a nagy húsvédbe. Nekem ez egy picit ilyen nagy volt, így papként megfogalmazva, hogy volt egy természetes út, aztán lementünk a, a, bezártságba, a kicsit a halálba, a sötétségbe, és akkor abból lépünk vissza az életbe, a húsvédbe, hogy ezzel a, a tapasztalás, hogy szépen lassan nyílunk ki mi is, ugye szabadtéri miséket tartunk, mert azt mondtuk, hogy ez a biztonságos egyre többen vagyunk ott kint a misén, hogy benne a templomba az a pár ember, aki ott van a hétköznapi miséken, akkor már jelen van, hogy a közösségek kezdenek eljönni. Szóval, hogy, hogy egy, egy új módon találkozunk egymással. A másik pedig az, amit én szintén szeretnék továbbvinni, az, hogy, hogy azokat, amiket most így felfedeztem magamnak, mint plébános, vagy mint a közösség, hogy ezeket az online eszközöket hogyan tudjuk használni, hogy azt tovább élni, és tovább éltetni, és használni, és nem azt mondani, hogy hát most volt két hónap, nem tudom, három hónap, amikor le voltunk zárva, addig használtuk, és akkor mostantól elengedünk mindent, hanem hogy hogyan tudunk, kicsit ilyen hibrid mondom, Például volt egy ilyen egyik családnál, hogy a nagyszülők nem tudtak eljönni a keresztelőre, és akkor online módon akkor bekapcsoltak a keresztelőbe, és akkor a apuka a saját weboldalát bekapcsolta, a plébáni, a webkamera működött, és akkor a nagyszülők követni tudták a, a kis unokájuk keresztelőjét. És mondtam, hogy hát miért ne használnánk ezt tovább. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ilyen formában meg... Tehát egyrészt a személyes kapcsolatok fölfedezése, ami gazdagít, amit András mondott, meg, meg ugye, amit, 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 te is mondtál, meg, meg, a másik oldalról pedig ez, hogy ezeknek az eszközöknek a használatával is gazdagodtam, gazdagodunk talán. Mindenképpen szeretném azt feltenni neked ezt a kérdést, hogy ugye te, mint ö, aki minden nap találkozik a hívekkel, sok-sok családdal tartod a kapcsolatot, vannak akik gyóni járnak hozzád, és a többi. Mit veszel észre, hogy mennyire változtak a kapcsolatok? Milyen tapasztalataid vannak, hogy nagyon kezdünk visszazökkenni abba, ahol jöttünk, vagy voltunk, vagy azért megmarad mindenkiben ebből valami? Szerintem ennek az egész helyzetnek a megítélése nagyon-nagyon különböző. Tehát vannak, akik, akik már eleve lázadtak ezzel a helyzetel, hogy miért kell ebbe az egészbe belenni, és azért sem, és ott van a másik véglet, akik meg, akik meg belerokkantak abba, hogy, hogy nincsenek kapcsolataik, és nem találkoznak, és, és, akkor mi lesz majd így velük. Vannak szülők, akik azt mondták, hogy de jó, hát a család egymáshoz fordult, és jobban felfedeztük azt, hogy mit jelentünk egymásnak. Vannak szülők, akikről, akikről meg belerokkantak, mert x gyerek van otthon, is tanítani kellett őket, és saját magukra nem jutott idejük. Tehát ugye nagyon, nagyon végletes, vagy ilyen, inkább azt mondom, inkább sokszínű a, az embereknek a, a hozzáállás, akikkel itt találkozom. Ezt gondolom. No, hallgassuk meg Zsófit is, mert azt hiszem, hogy veled meg ilyen nagy történések vannak azóta. Most például vidékről jöttél, pedig itt laksz a belvárosban. Igen, igen, ennek igazából annyi a hogy rokon látogatáson voltam a nyaralomban, Nógrád megyébe, úgyhogy szerencsére ez most nem egy krízis helyzet, ugye most már lehet utazni és lehet az országot járni, ez pedig azért az életem része szokott lenni. Ugye legfőképpen itthon a városunkban szoktam érzékenyítő programokat, érzékenyítő órákat tartani, de nagyon sokszor hívnak amúgy országszerte is, hogy ilyesféle előadásokat tartsak. Úgyhogy nekem most ez egy kis nyaralás volt, ezen kívül pedig az én állapotom nem nagyon változott, annyi, hogy én még mindig home office státuszban tartózkodom, ugye az iskola most véget is élt, úgyhogy nem tudunk oda menni majd érzékenyíteni a Székesfehérvári érzékenyítő programmal, azonban következnek a nyári táborok, amit nagyon várunk, és nagyon reméljük, hogy ott a fiatalokhoz újra közel tudunk majd kerülni. Lesz egyébként, vagy van már olyan, amit már előre tudsz, hogy kikhez mentek, mikor? Most ugye indul a Bregyó tábor, nem sokára, ők velük azért mert találkoztok akkor. Természetesen ugye minden évben az önkormányzati gyermektáborba igyekszünk eljutni, úgyhogy az egy ilyen bevett feladat, sőt oda, a nyár mi volt miatt, mi játékokat is szoktunk vinni, tehát nem csak az idézőjelben szárazabb érzékenyítő program folytatódik, hanem, hanem olyankor mindig visszünk ki magunk a fehérbotokat, szembekötőt, csörgőlabdát, röplabdát, kipróbáltják, hogy milyen, mintha kerekesszékesek lennének, és ülve tudnának röplabdázni, és ezeket a gyerekek még inkább élvezik illetve hát én is izgatottan várom, hogy megvalósuljon, amiben be, ö, belevágtunk, vagy beszéltünk róla, hiszen azt hiszem, és ezzel nem árulok zsába macskát, hogy az egyik legnehezebb szerepcsere az az lenne, hogyha itt az összegyűlteknek az én, én életemet és a bekötött szemmel való egy teljes nap teljesítését kellene végigvinni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kaland, én, én nagyon várom, hogy ennek legyen folytatása. No, hát akkor most beszéljünk is erről egy picit, mert ugye hát megbeszéltük a műsorunk előtt, hogy akkor beszélünk egy picit arról, hogy milyen volt az elmúlt időszak, és hogy azóta mi történt. De hát ugye a mai műsornak van egy témája, ez pedig az, hogy lennéle a helyemben. Azért azt a kedves nézőknek elmondom, hogy ez az előző adásunk alatt született meg ez az ötlet, akkor amikor volt egy kis szuszanásny időnk, és nem rögzítettünk. Mert hogy polgármester úr vetette fel, de nekem egyébként már többször is mi már erről beszéltünk, hogy hogy olyan jó lenne, ha kipróbálhat hogy mondjuk milyen a kamera mögött állni, vagy egy mikrofont fogni a kezébe. Ö ugye ezt már beszéltük, és akkor így elindult egy ilyen gondolatmenet, hogy ki kinek lenne a helyében és hogyan. És hát azt el kell mondani a nézőknek, hogy mielőtt ez a beszélgetés megtörtént volna, hogy már polgármester úr is tett rá említést, ugye itt beszabadultunk a polgármesteri irodába, és mint a gyerekek itt sorba beülögettetek a székbe. Tehát nektek már volt módotok kipróbálni, milyen a polgármesteri szék, na de ki kinek, hogyan lenne a helyében? A rendelkezést még nem hoztunk semmiféle szinten, tehát ezt most lefektethetjük az alapokat. A kötelezettségvállalásnak nagyon súlyos eljárási rendje van, tehát a valahogy majd meg át kell hidalni, de minden más végezhető. No, akkor kezdjük veled, Jani, mert azt, hát én tudom, hogy, és azt is elárulhatjuk szerintem a nézőknek, hogy azért is lett ez a téma, mert hogy ugye, amikor a múltkor beszéltünk erről, akkor te tényleg akkor is, mint egy kisfiú, olyan nagy örömmel felhívtál engem a műsor után, és azt mondtad, hogy én ezt szeretném, és csináljuk meg, és előbb-utóbb biztos, hogy sort fogunk arra keríteni, hogy ezt le is forgassuk majd, de hogy te tényleg szeretnél mondjuk a polgármester helyében lenni, azt mondtad. Erre nem tudok most válaszolni, mert ugye... Ez nagyon diplomatikus válasz csak, Csak annyi lehetőségem volt, hogy, hogy, hogy bemehettem az irodába és megnézhettem, ami egészen elképesztően gyönyörű a kilátásról nem is beszélve. Tehát ö, épp Andrásnak azt mondtam, hogy eddig ugye mindig a főutcán szoktam sétálni, és érzem a, a, történelmet, érzem, ahogy energiát ad nekem például egy eladás és próba között csak végig sétálni, és hogy most egészen más, hogy láttam más perspektívát, tehát az érzés nagyon-nagyon jó volt ott lenni az irodában, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és azt hiszem, hogy talán kicsit ki is tudok térni a, a válaszod elől, hogy ugye az én hivatásom szerencsére lehetőséget teremt arra, hogy én bármi lehetek. Tehát én lehetek kutya, macska, mint ahogy voltam is, danikacsa, lehet, lehettem beszélősüveg, lehettem királyfi, király és bármi. Tehát nekem az a szerencsés helyzetem, hogy a szakmám az pont ilyen, hogy polgármester is lehetek és eljátszhatok egy polgármestert, lehetek pap, lehetek és voltam is nem egy szerepemben sérült. Ö, ember, ami, ami nyilván nagyon nehéz feladat és ö, kihívás volt. Tehát tulajdonképpen én, én bármi lehetek. De azt mondtad, hogy polgármester még nem voltál. Azt akkor hogy képzelnéd el? Vagy ha kapnám mondjuk, nem, most akkor ne az Andrásra gondoljunk, hát akkor újabb hanem egy bejövök, és, és megbeszélem az Andrással. Hogy, <gül> <gül> hogy <gül> nem, mondjuk most holnap kapsz egy szerepet, és Igen. azt mondják, hogy te vagy a polgármester, akkor hogy képzeled el, vagy, vagy Mit láthatnánk mi belőled? Tehát, hogy most mennyire lenne mondjuk komoly a fizimiskád, vagy... vagy... Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Nyilván Tehát le ezt, van írva. Ez nyilván ilyen nem lehet előre eldönteni, és kitalálni, hogy akkor ez a karakter ez majd ilyen lesz. Tehát nagyon-nagyon sok tényezőtől függ az, hogy hogyan épül fel egy szerep, és teljesen független attól, hogy polgármester vagy király, nyilván nagyon fontos az előélet, hogy, hogy egyáltalán milyen helyzetben van, milyen döntéseket kell hoznia, a családtagok, a Munkája stb. Tehát ugye nyilván sok kicsi apró részből kell felépíteni egy karakter. Tehát erre nem tudok válaszolni, hogy ez a polgármester milyen lenne. Nyilván függ, hogy az író éppen hogy írta meg, és hogy képzelt el. Ehhez képest mit gondol róla a rendező, mit gondolok róla én, és ebből lesz egy egység. De hogyha játszom egy ilyen szerepet, szerintem úgyis tudni fogja a fehérvári közösség még ehhez egy pillanatra visszakapcsolódni, csak azért, hogy ne búj ki a kérdésem elől. Tehát az Andrással már nagyon sok helyen találkoztatok, ugye együtt munka kapcsán is, és Igen. mindenféle téren. Ö, és sokat látsz azért az ő, hát na most ezt csúnyán mondom, hogy sokat látsz az életéből, mert mi is csak valamennyit látunk belőle, de abból, amit látsz, azt te szívesen csinálnád, vállalnád, Ö, hogy érzed, hogy neki milyen? Hát ha igazából akkor, akkor tudnék erre válaszolni, hogyha a lehetőségem lenne arra, hogy ö, kitűzünk egy napot, és bejövök reggel az Andrást, és végig kísérem a napját. Mert nyilván az ember gondol ezt azt, hogy körülbelül mit kell egy polgármesternek elvégezni, de hogy, hogy, akkor tudnék szerintem hiteles választ adni erre, hogyha ha végigjárnánk egymás szakmáját, munkahelyét, és utána leülünk és megbeszéljük, hogy mi az, ami megfogott például abból, hogy, hogy hirtelen döntenie kell, hogy ő ezt hogyan oldja meg, hogy ehhez képest én ezt hogyan oldanám meg. Tehát így nehéz azt mondani, Mondani, hogy lennék a helyébe vagy nem, mert uh, nyilván annyira nem látok bele a, az ő munkájába, nyilván látom a, a közgyűléseket, látom, amikor megint egy uh, sajtóhír, hogy éppen mi történt a városba, és a, a polgármester úr uh, tájékoztatja a kedves lakosokat, szóval nyilván nagyon-nagyon összetett dolog, de én szívesen vállalnám azt is, hogy elmegyünk a Gábor atyához, hogy jövünk a, a Zsófihoz és megnézzük, vagy végkísérjük egy napját, és akkor szerintem utána tudnánk levonni ebből a következtetést. Énként az ötlet is először így jött, Igen. hogy egymás napját kísérjük végig, és próbáljunk belelátni annak az adott hivatásnak vagy szolgálatnak a, mindennapi működésébe. Abba is, amit lehet egyébként kívülről látni az adott tevékenységről egyébként is, de különösen arra tekintettel, amit nem lehet látni, legyen azért, mert felkészülés legyen azért, mert a kulisszák mögött történik. Úgyhogy így jött végül is az a beszélgetés, ötlet, amiből most annak folytatása talán kibontakozik. Én már egy széket föl tudtam ajánlani előbb ennek a tanulmányozására. <laughs> Szerettél volna mondani valamit, de még azért térjünk egy picit majd vissza rád ezután. Én csak kapcsolódni akartam a Janihoz, hogy ezek a szerepek hogyan vannak. <laughs> És ezen is így gondolkodtam. Ugye, a fogyatékosságot említette, hogy nem tudom most mi a hivatalos, hogy hogy kell -e szépen mondani. Fogyatékossággal élő a hivatalos, amúgy Igen. megfogalmazás, de én például magamat a slang nyelven kuksinak hívom, egyszerűen a látássérültséget kifejező, úgyhogy igazából szerintem bármit lehet ráhasználni. Köszönöm, köszönöm, mert mondom, jól akarom mondani. Ugye nagyon régóta kapcsolatban vagyok a Sörödi Táborral, ahol kerekesszékesek, illetve értelmi fogyatékos fiatalok vannak, és ott azért sokszor bele belekostolunk az ő életükbe. Például az, hogy belülünk a kerekesszékbe, és akkor próbálunk fölmenni lejtőn, vagy ide-oda helyjutni. Úgyhogy ebben a formában, ebben a, ebben a világban is egy picit bele láttam, vagy belekostoltam. Hát. Öm, Ugye a színészet kapcsán azt szoktam mondani magamra, hogy én is előadó művész vagyok, ha úgy vesszük egy ilyen szent elbe szerepelek, hogy beöltözök ott a közönség velem szemben, és akkor időként Én de arra fakadok, igen, és akkor kiszólok. Van, van ezek a modern színdarabok, amikor a színészek a, a, a közönséggel együtt hozzák létre a darabot, és kiszólnak, és hogy az úr legyen veletek és a te Tehát ugye ez a játék, hogy akkor de hogy ténylegesen is szerepeltem színdarabba, amikor Sik Sándor István király című darabját előadtuk abba a István, a címszerepet játszottam még kezdő papkoromban. Opá, akkor nagyon nehéz volt. Most nagyon szívesen. Szerintem van, de nem biztos, hogy büszke vagyok rá. Miért? Hát én nagyon-nagyon becsülöm azokat az embereket, akik úgy tudnak megtanulni szövegeket, hogy szó szerint tudják pontosan idézni akármilyen hosszú darabokat. Tehát amikor első ünnepen itt vagyok zsűriz, a zsűriben, én nagyon becsülöm a fiatalokat, amikor főleg a hosszabb verseket, de ha nem is hosszabb verseket, csak egyszerűen megtanulnak szövegeket úgy, hogy az az övék, és elő tudják úgy adni az az övék. Én, én nem, nekem ez nagyon nehéz. Tehát, hogy, hogy az, hogy itt a mikrofon a kezemben, vagy a, a, misére kiállok és beszélek, az, az egy ilyen nem előírt szöveg. A misék könyvet is úgy mond, vagy a misét is úgy mondom, hogy ki van téve előttem a szövegi. nem. Tehát, hogyha a misék könyv nélkül kell idéznem a miséből, nem tudok idézni, nem jut eszembe egyszerűen. Most ez egy kicsit megnyugtat engem egyébként. De, amikor a templomban vagyok, és egy kicsit el vagyok keveredve, akkor akkor azért hogy megnyugtat, igen, hogy igen, igen. akkor nem mindenki igen. van ezzel így, mint például János, mert én téged, én már nagyon sokszor, mi már beszéltünk erről, hogy, hogy én egyszerűen... Fogalmam sincs, hogy hogy tudnék ennyi mennyiségű Igen. szöveget megjegyezni. Igen. Tehát, hogy, és hogyha ti elrontjátok a szöveget, ezt is beszéltük már korábban, akkor is ő, át tudjátok úgy Igen. hidalni, hogy észre sem veszi a néző. Ebben is hasonlítunk, mert nálunk is az a szabály a liturgiában, hogy ha elrontasz valamit, akkor úgy kell csinálni, mintha úgy kellett volna csinálni. És gondolom nálatok is ez a szabály, hogy... Természetesen, hogy a közönség akkor nem veszi észre, hogyha nem reagálom le. Köszönöm. Tehát ha teljesen természetesen tudok tovább menni, Köszönöm. és tovább játszani a szerepet, akkor valószínűleg senkinek nem fog feltűnni. Van olyan, vagy láttam már olyat színpadon, hogy valaki elfelejtette a szöveget, és egyszerűen annyira kétségbe esett, hogy mindenki látta, hogy valami probléma van. Ezt ügyesen túl kell, túl kell, túl kell, túl kell ezen lépni. De egyébként nekem annyira természetes, hogy szöveget tanulok, tehát nekem ez így nem, nem, is tűnik már fel, inkább most nekem az a furcsa, hogy, hogy az iskolában másképp, másképpen kell megtanulni mondjuk egy tételt, ugye erről is beszéltünk, hogy egyetemista vagyok, azért azt megsugom nektek, hogy megvan az utolsó vizsgám is az első évben. Már. Első év pipa, és hát mindegyik ötös lett. Jaj, tehát nagyon büszke vagyok erre, mindegy pillanatot adom. És ö, ö, tehát, hogy az például teljesen más tanulás, abban nagyon nehéz volt visszarázódni. Tehát most már annyira hozzászoktam, hogy, hogy szóról szóra megtanulom a leírt ö, szöveget a színházba, hogy ehhez képest az iskolába ugye nyilván nem így tanulunk, vagy nem így tanultunk. De és, hi, ha te vizsgázol, már bocs, hogy közbeszólok, ha te vizsgázol, hát nem jön jól az, hogyha te lefotóztad azt a szöveget szóról szóra, és ugyanazt elmondod? Teljesen más. Te, teljesen más. Tehát uh, nyilván a helyzettől is függ, meg visszajön az a, az a vizsgadruk, ami fiatal koromban volt, amikor uh, ugye még rendesen iskolába jártam. Tehát teljesen más, és például ott meg tudok rettenni. Tehát ott sokkal nehezebben tudom magam uh, kivágni, mint mondjuk a színpadon. Mert azért nyilván a váratlan helyzet, a tanár közbekérdez, jaj, akkor azt hirtelen jut eszembe, hogy igen, megtanultam, de mi is erre. Na jó, mondjuk kitűnő lettem, tehát azért tanultam. <laughs>

mindenképp szerettem volna erre rákapcsolódni, hiszen ugye egy látássérült életében a memória és a megtanulás az a lételemünk, és erre kétféleképpen is gyorsan rá tudok kapcsolódni. Az első és legfontosabb, hogy mindent is meg kell jegyeznem, és a saját környezetemet is, ugyanis ha otthon csak egy széket nem ott hagyok, ahol hagytam, akkor azon már átbululás lesz, úgyhogy nálam mindennek tényleg rendszerben kell lennie, és nincs olyan, hogy elfeledkezem róla, hogy mit hova helyeztem, gyógyszereket, élelmiszert, bármit. Tényleg igaz az a vicc, hogy úgy lehet kiszúrni egy vakkal, a legjobban hátrendezzük a lakását. Tehát, hogy ezt teljes mértékben alá tudom támasztani, ez az egyik. A másik pedig a szövegtanulás, hogy egyrészt én is szoktam magamat apostrofálni néha előadó művészként, így a szavakkal és a kommunikációval, illetve a kis létemmel, lényemmel próbálok esetlegesen erőt adni sorstársaknak, vagy éppen az ép társadalomnak. Tehát, hogy ott is előadnom kell, ott is általában én fejből mondom a szövegemet, vagy ha műsorvezetőként állok a városi rendezvényeken, akkor is fejből szoktam ugye elmondani a műsorvezetői szöveget, a jó kis neveket, titulosokat, mind megtanulni. Igen, a hozzát fordulok segítségért, jó? Nagyon <laughs> hogy ezt szívesen figyel, én Polgármester úrnak a titulusát és mindent azt, azt hiszem a álmomban feketenek is azonnal a el tudom mondani. <gül> <gül> Szoktam is ezzel viccelődni, hogy tényleg a városban az összes tiszteletbeli személyünk nevét, titulosát, mindent tudok kívülről. A másik pedig, amit még gyorsan ide akartam hozni az iskola és az oktatás miatt, hogy én például puskázni sem tudtam soha. Ugye bár hát nem is szabad, Hú, persze, tényleg, persze, persze, de ugye gondoljunk már bele, hogy mindenki puskázik, Na, hát én soha nem tudtam, úgyhogy egyszer ezen fel is buzdultam, és hát felháborodtam, hogy mi az, hogy én nem tudok puskázni. Ugye kinyomtattam magamnak egy biológia témazáról, az egy puskát, 42-es ekkora fekete hatalmas betűkkel félkövére, mert azt még akkor el tudtam olvasni, és fogtam, és az egy lap dolgozatom alá beraktam az öt ekkor ekkora stúc ilyen nagy betűs puskát. Természetesen a tanár kiszúrta az első másodpercben, illetve legyintett egyet, hogy amennyire bolond ez a lányzó, akkor most meg is érdemli, úgyhogy megengedte, hogy puskázzak azon az egy dolgozaton keresztül. Annyit akartam még mondani, hogy, a, hogy, az Andrásnak a helyzetét meg úgy tudom át, hogy mint vezető elég bőségesen kell időnként nekem is ez a Hát nem tudom, hogy kell szépen is jól PC mondom, mondom, hogy ügyesen politizálni, hogy mindenkit meghallgatni, mindenkinek úgy igent mondani, hogy jól érezze magát, és közben azért vezetőként meg meghozni a felelős döntést, hogy, 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 hogy valahogy haladni tudjon a közösség. Tehát, hogy, hogy ez is egyfajta feladat, meg a, meg a döntésnek a, a súlyát elhordozni, hogyha valamit felvállaló kimondok, hogy azt nem biztos, hogy népszerű lesz, nem biztos, hogy mindenki egyetért vele, nem biztos, hogy mindenki jónak tartja. Most ebből a templomból, vagy a templomba visszatérős korszakba is, ugye úgy megy ez, hogy paptársaim mondjuk másképpen gondolják azt, hogy most hogy legyen a misézés, én másképpen gondolom, melyik a jó válasz, melyik nem jó válasz, melyik a helyes út, melyik nem a helyes út, és föl kell vállalnom, hogy, hogy mink egy döntést hoztam a mi közösségünket, illetően, vagy közösségeinket, illetően, hogy a kommunikáció szerepben, meg hát így a vörös materiádium keresztül sokszor benne vagyok. Úgyhogy csak úgy azért gondoltam, hogy így behozom ezt akkor te most elmondtad az összes szerepkört, és te mindenben akkor ezek szerint megtalálnád a helyed? Leginkább a kommunikációs részt élvezem. <laughs> akkor erről még beszélünk és visszatérünk rá. Hát én csak annyit, hogy azért az, hogy sok szöveg, meg nehéz szöveg, meg hogy persze lehet ebben a rutint szerezni, de amikor, amikor a Trianon előadásnak a fő, egyik fő próbáján ott voltam, illetve ott voltam, még talán két előadást élt meg, mert utána ugye sajnos következett, ami következett. Azért ott magamba túl azon egy szerintem fantasztikus darab, de hát azért ezt meg kell állapítani, hogy na, ezt biztosan nagyon nehéz lehetett megtanulni. Egyszerűen a nyelvezete miatt ott akkor abban a pillanatban kellett egy kicsit politikus játszani, ha éppen valakinek olyan szerepe volt, ott abban a tárgyalóterem szituációban is meg kellett állni a helyeteket, úgyhogy az egyáltalán nem lehetett könnyű miközben szerintem nagyon méltó emlékezés volt a századik évfordulón a színházunk részéről, de hát azért én ott, 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 ott ültem és mondom, hogy hogy lehet ezt a rengeteg szöveget precízen, pontosan, nem a mai nyelvezetnek megfelelően megtanulni. Úgyhogy azért nehéz lehet. Persze lehet mindenben rutint, de ettől még a nehézsége biztos, hogy ott van. És egyébként felállnál arra a színpadra, mint színész? Hát ha az a kérdés, hogy eljátszanám-e el a polgármestert, akkor erre ugye nem tudnék jó választ adni, mert Aztán, e e a a igen, igen, mindig, mindig, mindig vonzott a, a színészet, de nem tudok táncolni, és nem tudok énekelni, úgyhogy ez, hogy ez szükíti prozai a prózai szerepet én már kitaláltam egyébként, tehát én már végigfuttattam az agyamba, hogy... Hogy már szerepet osztasz. I igen, tehát az, hogy, hogy, hogy például, hogy, hogy van egy monológ például egy és amikor valakit fel kell hívni egy helyzetbe vagy egy jelenetbe, hogy az például hogyan lehet hitelesen. Tehát én már kitaláltam a feladatokat is, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne kipróbálni partner nélkül, mert nyilván itt egyedül kell. Tehát az egy monodráma például, hogy az, az, milyen érzés, amikor az ember egyedül áll a színpadon. Nagyon érdekes volt, mert két, a, ez a, a három hónap alatt mondtam két beszédet, és ezt korábban nem, nem csináltuk, tehát ilyen Tévés beszédet nem, nem mondtam, és az nyilván más, mint amikor az ember március 15-én vagy október 23-án mond egy beszédet. Azt azért nem kedvelem, mert alapvetően fejből szeretnek beszélni, viszont az ünnepi beszédet nem baj, hogyha egy kicsit konkrét szövegről mond a, a, az ember. Viszont ez egy új helyzet volt, hogy hát akkor vegyünk föl egy beszédet ülök az íróasztalnál, és mondom az egyik beszédet, aztán mondom egy másik beszédet, hogy a vírusidőszak két különböző időpontjában születik a beszéd. Egyébként ugyanazzal a kis tímmel csináltuk, akikkel a lakossági tájékoztatót, de nagyon érdekes műfaj volt, teljesen új volt, pedig nem ma kezdtem ezt a, ezt a pályát, rengeteg kommunikációs helyzetben voltam már, de ez egy teljesen új helyzet volt, és, és, nagyon, nagyon izgalmas és érdekes volt. Ez ami azt mutatja, hogy egyébként mindig van olyan új eleme a ad adott hivatásnak vagy szakmának, ami új kihívást jelent, ami szerintem kell is az ember életébe, mert kell néha olyan, hogy, hogy na akkor legyen valami új, ami, amiben akkor megint egy kicsit el tud feledkezni. És szerintem nagyon fontos, hogy ezt néha megmutassuk az embereknek. Hogy igenis lássanak be a kulisszák mögé, és azt látom én itt a Városházán is múzeumok és az adventi lehetőség, az örökségvédelmi napon, úgyhogy most már nagyon sok szó lehet bejönni, hogy, hogy az emberek szeretnek bejönni, és egy kicsit megnézni, hogy hol születnek a döntések a város életébe, azok milyen körülmények között, mit kell tudni a, a irodáról, a díszteremről, a kis tanásteremről, az itt található műalkotásokról. Tehát van -e, azt hiszem, hogy ebben érdeklődés, az emberek kíváncsiak alapvetően, és szeretnének egy kicsit a dolgok mögé nézni, és igen, közben pedig nagyon fontos, hogy ez hitelesen történ, és őszintén és Most ez egy kicsit most egy teljesen új időszak, amiben élünk, talán még fontosabb, mert most olyan helyzetben van a város, hogy sokkal több dologra kell ezekben a hetekben nemet mondani, mint amit hosszú-hosszú évekig ez a város megszokott és hogy szerintem most jön elő az, hogy igenis, ha azt érzik az emberek, hogy eddig az igenis hiteles volt, akkor el fogják fogadni, hogy most bizony egy adott esetben a nem a hiteles válasz, mert most ez a helyzet, persze azon kell dolgozni, hogy nemeket gyorsan igenné tudjuk változtatni, és azért a mosoly legyen az úr, mert, mert az adja igazán egy közösségnek az erejét, de van olyan, amikor az életünkben kicsit nehezebb időszakot élünk, most ez a város életében most van így, és hogy itt a nemet is el kell tudni mondani hitelesen, úgy, hogy az emberek megértsék, és amennyire lehet, elfogadják, és azt mondják, hogy igen, ezt most tudomásul veszük. Tehát ezt csak arra szerettem volna utalni, hogy nincs olyan hivatás, amiben nap mint nap nem lehet új kihívást találni, mert ez az élethelyzet, a szituáció, a szerep, a mögötte lévő író, a, mögötte lévő történelmi korszak, amiben az egyébként született, az, az teljesen különböző, és nyilván más mondott 150 éve adott darab, mind adott esetben mond ma, miközben hitelességét meg megkér őrizni, és szerintem ez mindenkinek a, az életében ott van, és hát, ahogy, hogy mit szeretnénk még csinálni, hát azért beszélgettünk itt ilyen rádióműsorokra, azt elárulhatjuk, nem, hogy voltak ilyen ötleteink, a tévétől egy kicsit tartanánk, tehát egyelőre a, a rádiónál maradnánk. Pedig olyan izgiem. tehát nálunk, Mi? Na, mind... teljesen tehát biztos, nálunk hogy... mindig minden nap más van. Ez, ebbe teljesen biztos vagyok, főleg ha élő műsor varázsátlerról lehet beszélni, azt meg gondolom, hogy eleve sztorik hegyeket ad folyamatosan. Én látszapnék viszont, mert én nagyon szívesen televízióznék, nekem ez egy nagyon régi álmom, és nemrég néztük vissza szüleimmel gyermekkori felvételeimet, és egyszerűen tényleg elájultunk a nevetést, hogy kicsi korom óta kezdve, flakon fogva a kezembe bármit, mikrofonnal játszottam, és minden karácsonykor, minden húsvétkor, minden ünnepen valamilyen produkciót előadtam, táncoltam, énekeltem, vagy csak verset szavaltam, úgyhogy nekem nagyon közel áll a szívemhez a televíziózás. Volt is már módom egyszer egy, egy program keretében, hogy pontos ilyesmi program keretében, hogy fogyatékossággal élők kipróbálhatták magukat valamilyen á, á, ilyen számukra álom szakmában, és akkor én a Fehérvált Televíziónál tudtam egy adást vezetni, úgyhogy én, én nekem ez nagyon tetszik, de ugye azt is ide kötném hozzá, hogy azért, mert nem látom a, a, a visszajelzést, és ezáltal, amikor én előadok, én akkor sem nagyon szoktam zavarba jönni, de ugye, jó, ahogy neked. itt beszéltük a, a közönségtől, hiszen Ebből én nem a látom a közönség mimikáját, arcát, és ez egyrészt jó mert nem félek, mert úgy látom, hogy tetszik-e nekik a dolog, vagy nem, én csak mondom a magamét. Másrészt viszont amúgy nehéz is, mert csak a kizárólagos energiákból, érzésekből tudom megérezni, hogy jó-e az, amit csinálok, sikerül-e átadnom azt, amit csinálok. Ha már egyszer úgy vagyunk ezeknél az asztaloknál, hogy öt kávé van itt előttünk, az azt jelenti, hogy te is az asztaltársasághoz tartozol. És hadd kérdezek Abszolút. már vissza, hogy akkor te én? Melyik Kinek szerepet hogyan? vállalnád, Húra. vagy hogy vagy ezzel? Hát ha már egyszer így Egyébként együtt vagyunk, ég. és nem csak riporterként vagy velünk, hogy itt akkor négyünket megkérdezgetsz, hanem itt ülsz ennél az asztaltársaságnál, hogy akkor... Köszönöm a kérdést. Hát polgármester úr székében nem ülnék be semmiképpen, illetve beülnék egyszer, és akkor úgy kipróbáltam, és köszönöm szépen, mert hogy... tehát én még úgy érzem, hogy egy vezetőnek is egy kicsit úgy, úgy én egy más személyiség lennék, ha csak egy, a saját területemen nézem, mert egy kicsit ez az emberek felé, ez a, hogy úgy mondjam meg neki, meg, tehát hogy, hogy, nekem ez nem megy. Tehát én egy kicsit úgy próbálok inkább mindenkivel úgy máshogy. És, és mondjuk egy városvezetőnek a felelősségét, azt én nem merném magamra vállalni. Hát az meg megint egy másik ügy. Te ezt tudod, mert ez nekünk van egy ilyen folyamatban levő ügyünk, hogy én így Istennel így kezdek jobban lenni, és miután szeretnék megkeresztelkedni, és, és egy kicsit ebben a világban én most így kezdem magam jól érezni, ezért közel állsz hozzám, így is, úgy is, de valahogy, valahogy az, az nekem egy kicsit más világ. Tehát amit te csinálsz ott a másik oldalon, az már más világ. Zsófi helyébe félig meddig tudnám képzelni magam. Nekem ugye én vállalom, hogy van egy sérült gyermekem, úgyhogy valahogy ezt a másságot én, én abszolút kezelem, és, és jelen van az életemben, de ez, ez egy kicsit másfajta a tiéd. Én téged nagyon tisztelek és becsüllek azért, amit csinálsz, és tényleg eh, ahhoz képest egyébként, amilyen körülményeid vannak. Eh, minden nap csinos vagy, eh, mindig vigyorogsz, mosolyogsz, és, és még saját magadon is tudsz viccelődni, tehát hogy, hogy én, én, én ezért csak kalapot emelni tudok. Hát eh, én egyébként a. <laughs> Pontosan a szövegtanulás miatt nem a színészetet választottam, mert én a színművészeti főiskolára szerettem volna menni, csak amikor megláttam, hogy mennyi verset kellene fejből tudni, akkor azt mondtam, hogy nem, akkor inkább a tévé, úgyhogy én azért kanyarodtam ide. Visszatérve arra, amit Gábor Atya mondott, hogy, hogy, hogy népszerű döntés, vagy nem népszerű, vagy tetszik az embereknek, vagy meg kell mondani, hogy igen, vagy nem. Egyébként ez az én szakmámban is így van, hogy, hogy nem mindenkinek tetszik például az, amit, amit vagy ahogyan én játszom. Tehát ez annyira szubjektív, hogy, hogy kinek, kinek mi tetszik, melyik előadást tetszik, melyik nem, melyik színész a kedvenc, melyik nem. Tehát nyilván az ember nagyon sok mindent megtapasztal, pozitív és negatív oldalról is. Én elmondhatom azt, hogy, hogy rengeteget kapok a félvári közönségtől, tehát nekem ez mindig egy plusz erő az életemben és a mindennapjaimban, hogy, 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 érzem a szeretetet, anélkül én nem is tudnék létezni. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy itt is meg kell tapasztalni például azt, hogy, hogy valakinek nem tetszik például a játékom és uh, nyilván akkor el kell kezdeni gondolkodni, hogy, hogy vajon, vajon mi lehet a hiba, vagy például a kedves közönség nyilván nem látja jobb is, amikor például készülünk egy szereplés, és küzdködünk. És, és, valamiért nem megy, és, a, és az ember összezuhan, hogy nem tudom már hány éve a pályán vagyok, és hogy, hogy, miért nem tudom megoldani, és, és miért nem lesz hiteles, és miért nem, miért kezd élni a karakter, és sorolhatnám tovább a, a, nehézségeket, de ezt is mind meg kell élni és tapasztalni ahhoz, hogy aztán majd a végeredmény valóban jó legyen. Vagy például visszatérve a trianonra, amit András mondott, hogy, hogy valóban nagyon-nagyon hát sok idő és energia volt az, amíg megtanultuk ezt a nehéz szöveget kezelni. Tehát nyilván ez nem egy mindennapos szöveg, és nyilván ez, ez nehezebben is ment, de nyilván ennek is van egy folyamata, és nem úgy van, hogy akkor megkaptuk a szöveget, és akkor ez megy mindenkinek. Tehát emögött van sírás, van nevetés, tehát nagyon-nagyon sok minden történik egyébként velünk a színházban, amit szerencsére nem lát a közönség, de szívesen beszélek róla, illetve hogy ez tényleg nem csak csillogás, villogás és az, van, hogy az ember ott áll a színpadon, és reflektorfény és siker. Hanem, hanem, van ennek sok nehézség és de összességében gyönyörű pálya. Ha nem az lenne, akkor nem csinálnám. Én bennem egy elképzelés van a Zsófi világáról. Ö, nem tudom, hogy milyen lehet ö, nem látva érzékelni a világot. De bennem olyasmi fogalmazódott meg, hogy néha, amikor kiállok prédikálni, és ebben megint, meg a Jani világához is talán kapcsolódik, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy az emberek hogyan vannak velem szemben. Tehát, hogy, hogy olyan sokféle csönd létezik. És így, így, így gondoltam a Zsófi világához kapcsolódást, hogy, hogy hallani, nem tudom másképpen mondani, hogy a fülemmel látok, hogy, 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 hogy hogyan vannak ott az emberek, és van az a fajta csönd, amikor amikor egy fal van előttem. És bármit mondhatok, bármilyen szépet mondhatok, egyszerűen, egy mint egy hideg fal lenne előttem. És rengeteg ember is néznek, volt ilyen élményem és mondom, legalább csak valaki mosolyogna, vagy húznál a száját, hogy nem tetszik, de semmi. És valamikor meg az van, hogy úgy azt érzem, hogy na most úgy egyek vagyunk. És akkor így, akkor az úgy föltölt energiával, akkor tudok beszélni, de hogy, hogy mekkora különbség van, és ilyen módon érzem egyrészt az művészethez való kapcsolódásomat, másrészt ez a, ehhez a, a valamelyik érzékünket elvesztett világhoz nem tudom szebben vagy jobban megfogalmazni. Tehát, hogy, hogy nem látok a szememmel, de hogy mégis felfogok egy csomó mindent, és nálatok talán ez még kihegyezettebben ott van, hogy, hogy bár nem látok, de mégis a teljes világot tudom érzékelni valahogy egészen más módon. Igen, talán ez a jó megfogalmazás, hogy máshogy érzékelem a világot, nekem nem egyszer mondták is talán kevés kinek menni 28 évem alatt, hogy, hogy én többet láttam talán ebből a világból már most, mint pár ember lát a szemével nézve, és ez egy ilyen nagyon szép mondat, és, és büszke is vagyok arra, hogy ezt sokszor hangoztatták, tényleg nem a szememmel nézek, tehát én sem egy kollégát, sem egy barátot, sem a, a szüleimet, sem akár egy idegen embert, nem a szememmel nézek, és ugye ez milyen érdekes a mai vizuális világunkban, ahol éljük a, az internet világát, a megfelelést, és hogy minél csinosabbak legyünk, minél inkább be tudjunk vizuálisan a társadalomba, és ez nekem igazából mind nincs meg. Tehát én sem saját magamat nem látom, mint egy embert, mint egy nőt a tükörben, sem pedig a körülöttem lévőket, mégis valamilyen szinten látom őket, és erre mondtam az előadásnál is, hogy egyféle intuíció ez, egy plusz érzék, ami kifejlődött, hogy, hogy megérzem azt is például, ha valaki szomorú a kör környezetemben, meghalom a hangján, ha mosolyog, meghalom a hangján, hogyha grimaszt vág, és ezeket mind-mind. Egyrészt szerintem valaki születik is ilyesmi képességgel, nevezzük talán így, de ugye mivel az én esetemben fokozatosan romlik, romlott a látásom, így nekem mindig úgy fejlődött ki egyre inkább az, hogy a többi érzékszervemet használjam. És talán az érdekes egy kicsit a más bőrébe belebújni, mert mi pár évvel ezelőtt csináltunk egy videót, egy kis filmet a polgármester egy napjáról, ez most is elérhető a közösségi média felületeken, de ott én beszélem-e, vagy én mutatom be egy nap, nap keretében, hogy mi ez a bizonyos városvezetői feladat. De ugye itt. Itt egy ilyen nap közben és után mások mondják el, hogy ők mit láttak. Tehát ez egy teljesen más szemszög, mint amikor, amikor mi bemutattunk egy napot, nyilván egy kicsit összeállítottunk olyan programokat, és megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen lehet egy polgármesteri nap. Teljesen más az, hogyha mondjuk itt ti végkövettek egy-két egy, egy, egy napot velem, és ti mondjátok majd el, hogy milyen. És most ez nyilván ez a, rólam szólt, de hogyha most végigmennénk, ez pontosan ugyanígy igaz mindenkire, mert az ember nem tudja kívülről nézni, azt, amit egyébként belül csinál folyamatosan nap mint nap, nem tudja teljesen objektíven kívülről szemlélni. Nyilván kívülről más, ha egy kicsit jobban beleláthat, akkor viszont tudja a saját véleményét ányoltan látni és egyébként elmondani. Szerintem ezért lenne ez a fajta szerepjáték érdekes és izgalmas. Hát az iskolából emlékszünk erre, hiszen voltak nyitott órái, meg nyitott fordított iskola, napok. fordított napok, hol minek hívták, az végülis ugyanebből a logikából indult ki, és egyébként izgalmas volt. Hát, hogy amennyiben érdekli a fejvárjakat, akkor szerintem ezt meg lehet, meg lehet csinálni. És csak annyi, hogy a, pont a szóval győzni kis fiataloknak szóló kommunikációs versenynél döntöttük el, hogy ott az lesz a fődíj, hogy aki azt a versenyt nyeri, az lesz egy napig a polgármester, és aki pedig a döntőbe jutott, az lesz a stábja. És egy napig mi átadjuk a fiataloknak a városháza kulcsát, kötelezettségvállalás nélkül, mert azt jogilag nem lehet megtenni, én se tudok nekik erre felhatalmazást adni, de minden másban ők összeállíthatnak egy napot, és erre fogjuk őket főkészíteni, nem én, hanem a szakemberek, a különböző területek, hogy az a nap az tényleg olyan legyen, hogy a fiatalos attitűd megjelenjen, hogy egy fiatal, mondjuk 17, 18, 19 éves, hogy élné meg azt a helyzetet, hogyha ő dönthetne egy adott település eltérés. És azért lesz izgalmas például nekem, hogy megnézni, hogy milyen témafelvetésekkel fognak a mai fiatalok foglalkozni. És ezt én csak ajánlani tudom minden hivatás gyakorlójának, hogy néha engedjen be teljesen más területről érkezőket, mert biztos, hogy nagyon érdekes, izgalmas visszacsatolások fognak jönni, de csak akkor, ha beleláthatnak egy kicsit abba a pályába, abba az életbe, és ezáltal egy alapinformációjuk és benyomásuk az ki tud alakulni ehhez hozzá ugye az én esetemet tudnám idehozni, hogy ezért nagyon fontos az, amire van itt lehetőség a városunkban, hogy érzékenyítő programokat tartsunk, hiszen ugye ezek arról szólnak a beszélgetésen kívül, hogy a fiatalok maguk éljék át, hogy milyen lehet fogyatékossággal élőnek lenni. És ezáltal, hogy maguk egy picit belekerülhetnek ebbe a helyzetbe, és erről még beszélgetünk is, ott vagyunk, megjelenünk, ahogy említetted is, életvidáman és, és próbálva mosolyogni természetesen, így át tudják majd magukban értékelni, hogy igen, ez egy nagyon nehéz az élethelyzet, de ezzel is lehet együtt élni, mert a szemszög tényleg nagyon fontos, akárhányszor beszélek én épp emberekkel, az első mondatuk az, hogy ők így nem tudnának élni. És mindig mosolygok, mert igen, most azt gondolja, hogy nem tudna így élni, de hogyha elég erős, elég szerető családán mellette nagyon sok kedves ember, támogató, akkor igenis lehet így is élni, csak ugye akkor az ember még éppen nem tudja elképzelni, hogy meg tud küzdeni szinte mindennel. No, én azt gondolom, hogy hát fájó szívvel, de hamarosan be kell, hogy fejezzük ezt a mai műsort is. De azt mondom, hogy ha már itt megint ilyen ötletek fogalmazottak meg, akkor csináljuk meg egyszer ezt. Jó, én erre most így megpróbálok egy fél ígéretet tenni, hogy ezt valahogy összehozzuk egy külön műsor keretében akár. És én azt gondolom, hogy mindannyian jó, ahol vagytok, ott a helyeteken vagytok. Nem véletlenül vagytok ott, ahol vagytok, szerintem. Köszönöm szépen, nagyon kellemes volt ez a beszélgetés. A nézőinknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Lesz még nálatok mi, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!